Natasa Kovácsevicnek ez volt az első hivatalos mérkőzése a győri szerencsétlenség óta. A fiatal sportoló a szerbiai Crvena Zvezda színeiben nyűgözte le ismét a közönséget. Ja sam sva tri puta kada je šutnulo krenuli su mi suze na oči. Dakle, jedan prikaz dobrog sportiste, čovjek koji pobeđuje iznad svega. Dakle, to je ono što svima nama treba da bude primjer u životu. Natasa hónapokig készült a visszatérésre. Csapattársai szerint az edzéseken is kiváló teljesítményt nyújtott. A mérkőzés kezdetén virággal köszöntötték a pályán. Treningi su bili sasvim uobičajeni, ona kao da je trenirala s nama od početka i veoma lepo se uklopila i mi smo je davali podršku što smo, što smo više mogli i baš se lepo uklopili. A fiatal kosárlabdázó már a mérkőzés 6. percében a pályára lépett, és minden negyedben játszott. A játék 16. percében dobta az első kosarat, majd rövidesen egy újabb találat is született, így 5 pontot is szerzett csapatának. Osjećaj je zaista izvanredan, posebno mi je čast što sam se vratila u Crvenu zvezdu. Imam utisak kao da nisam ni odlazila, jednostavno ovdje se osjećam kao kod kuće. Želim da se zahvalim svim ljudima koji su došli danas i koji su podržali Crvenu zvezdu i nadam se da ćemo ih viđati i u daljim utakmicama. Natasa elmondása szerint nagyon sok szép emléket hozott haza Magyarországról. Győrt a második otthonának tekinti. A jövőben most inkább az iskola befejezését tartja elsődleges célnak. Očekujemo da pomogne ovom našem timu koji je jako mlad, da pomogne da tim napreduje i da nauče nešto od nje. Ona stvarno ima veliko iskustvo i ima mnogo je brzo u glavi, fantastično reaguje, tako da negde nadoknađuje taj fizički potencijal svoj, ali stvarno nam puno znači i na treningu, ne samo na ovoj utakmici. A szerda esti bajnoki mérkőzésen a Crvena Zvezda együttese erőteljes játékuknak köszönve 78-47 arányban győzedelmeskedett a Nisi Students csapata ellen.